Május 3-án 8 órakor tartotta a marcali katasztrófa védelmi kirendeltség és a marcali hivatásos tűzoltóság a Flórián napi ünnepséget. Kuti Gábor tűzoltó őrnagy ünnepi beszédében emlékezett meg Szent Flóriánról, a tüzes mesterségek védőszentjéről, aki az emberség, az önzetlen segíteni akadás, a hősies bátorság jelképévé vált. Kóbor Csaba tűzoltó alezredes, a marcali katasztrófa védelmi kirendeltség vezetője, az egykori római legionárius, később mártír halált halt, Szent Flórián életútját a mai korban is példaértéknek tekinti. Szent Flórián a tűzoltók védőszentje. Az ő tiszteletére tartjuk tűzoltónapi rendezvényünket, ami nem csak a tűzoltóknak, hanem minden tűzes mesterségnek, így a kéményseprőknek is, akik kollégaként velünk együtt ünnepeltek ezen a mai napon, egy jeles nap. Ezen a napon megemlékezünk a szolgálatunk teljesítése során elhunyt bajtársainkról, megemlékezünk hivatásunk fontosságáról és az embereknek történő segítségnyújtás fontosságáról, valamint elődeink példaértékű munkájáról. Az ünnepi beszédet követően elismerések ismertetése és átadására került sor. Vörös Gábor tűzoltóőrmester a belügyminisztertől 10 éves szolgálatáért kitüntetést vehetett át. Schwab Zsolt tűzoltóhadnagy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatójától rendfokozatban soron kívül előléptetésben részesült. Én úgy gondolom, hogy a 3 elismerést kaptak a kollégáim, illetve 3 fő kapott elismerést. Én úgy gondolom, hogy minden elismerésre nagyon nagy szükség van, hogy az állomány érezze azt, hogy tényleg amit ők tesznek, az fontos az állampolgárok számára. Ezért is gondolom, hogy nagyon fontos ez, hogy hagyományteremtő jelleggel az önkormányzat megalapította ezt az év marcai tűzoltója címet a tavalyi évben, ugye másodszorra került ez átadásra. Én úgy gondolom, hogy ez mindenféleképpen a tűzoltók elismertségét emeli még tovább magasabb szintre. Az elmúlt évben marcali város önkormányzata hagyományteremtő céllal alapította meg az év marcali tűzoltója kitüntető címet. Az év marcali tűzoltójának járó oklevelet és tárgyutalmat dr. Sütő László marcali város polgármestere adta át Garai Ferenc tűzoltóőrmester úrnak. Nagyon meglepett, nem számítottam rá. Jól esik, hogy elismerik az embernek a munkáját, és ez motiváció arra, hogy továbbra is így folytassa az ember. Hát ez igazából korai felnőtt koromba kezdődött el a testvéreim révén, mert a családban többen vagyunk tűzoltók, így az ő példájukat követve lettem én is tűzoltó, úgyhogy innen ered. Az ünnepség a Szent Flórián szobor, valamint az egykori marcali tűzoltó laktanyán által található emlékmű megkoszorozásából zárult.